Mélyebbre akar ásni, ezzel indokolta az olasz bíró, hogy Matteo Salvininek az előzetes eljárás keretében meg kell jelennie a bíróságon szombaton. Több mint 100 oldalnyi dokumentum van a bíró asztalán azokról az esetekről, amikor migránsokat szállító hajók nem köthettek ki az olasz partokon, abban az időben, amikor Matteo Salvini volt a belügyminiszter. Giuseppe Conte miniszterelnöknek két másik miniszterrel együtt szintén meg kell jelennie a bíróságon, és felelniük kell arra, hogy milyen mértékben voltak részesei az akkor meghozott döntéseknek. A kabinett tagjainak meghallgatását Salvini ügyvédei kezdeményezték. A volt belügyminiszter védelme arra épül, hogy a döntések minden esetben a kormány döntései voltak, azokat kollektíven hozták meg. Az eljárás Catániában zajlik. A catániai ügyészség indítványozta az ügy ejtését, mert kezdetől fogva megalapozatlannak tartották a vádemelést. A Salvini ügyében illetékes miniszteri bíróság elnöke azonban kitartott az eljárás mellett. Kérte Salvini mentelmi jogának megvonását, amit februárban a felsőház meg is szavazott. A volt belügyminiszter tartja az álláspontját, miszerint csupán azt tette, amit megígért a választóinak. A bírósági ügy október 3-án kezdődött a Gregoretti nevű katonai hajó feltartóztatása miatt, fedélzetén 131 bevándorlóval 5 napig nem köthetett ki. A volt olasz belügyminiszter ellen két eset miatt indult eljárás, a másik tavaly augusztusban történt, amikor az Open Arms civil hajót tartóztatták fel az olasz partoknál. Egy harmadik ügyben, amelyet szintén azért indítottak, mert egy hajótól megtagadta a kikötést, a szenátus fenntartotta Salvini mentelmi jogát. Az akkori miniszterelnök helyettese szemben többek között a bevándorlók személyi szabadságának korlátozása, hivatali hatalommal való visszaélés, valamint a nemzetközi konvenciók megsértése miatt indítottak eljárást. Salvini megjelent október 3-án az első tárgyaláson. A hatalmas média figyelmet pártja a Liga arra használta fel, hogy 3 napig demonstráljon Salvini mellett. A Gregoretti ügyként ismert eljárás tehát folytatódik. Sok idő telhet el az ítéletig, és ez alatt sok minden változhat.